Az anyák beragasztása következik, készítsük elő az alkatrészeket, illetve a szükséges kellékeket. A ragasztó megkötése után ragasszuk be a csavaranyákat. Az anyákba a menetet be kell kenni krémmel, hogy a ragasztó ne tudjon belekötni. Mi történik, ha beleköt a ragasztó? A szárnyrögzítő csavart nem tudjuk majd belehajtani az anyába, ezért a szárnyat sem tudjuk majd felfogatni a helyére. Mit tegyünk, ha mégis beleköt a ragasztó? Az anyákba hajtsunk bele egy M4-es méretű menetfúrót, ami kitisztítja a menetet. Ennyire egyszerű. Igazából. Most egy fogvályóval vigyünk fel egy kis krémet a menetekre. Kenjük be az anyák belsejét és a csavarokat is. Az anyákba hajtsuk bele kb. 3-4 mm hosszan a csavart, és ennek a segítségével nyomjuk be a helyükre őket. A másik oldalról ellenőrizzük, hogy belekap-e a csavarunk az anyába, ugyanis ha nem, akkor még most tudunk igazítani itt a furaton. Megcsináljuk ugyanezt a másik csavarral is. Hajtsuk ki a csavart. Nyomjunk egy csepp pillanatragasztót egy kartonlapra. És egy fogvályóval egy-egy csepp ragasztót vigyünk fel az anyák pereméhez, ezzel fixálva őket a helyükön. Vigyázzunk, nehogy az ujjunkat is odaragasszuk véletlen. A kötést gyorsíthatjuk egy aktivátorspré használatával. Ügyeljünk arra, hogy megkötés előtt a pillanatragasztó ne érintkezzen a habfelületekkel, mivel a sima pillanatragasztó oldja a habanyagot és tönkre teheti azt.